Míg a csikorgóan fagyos időjárás is a régmúltat idézte a harmadik szirma besenyői röfinapon. A szirmai kastély udvarán felállított sátorból népi dallamok és vidámság szűrődött ki. A kolbásztöltő verseny részvevői nagy munkában voltak már korán reggel, ízesítették, darálták a húst. A résztvevők nagy edényekben keverték össze a titkos családi receptek alapján a ledarált sertéslapockát, a sót, a borsot, a piros paprikát, a fokhagymát és a szalonnát. A megmérettetésre 10 csapat nevezett be, köztük a kolbászmesterek, vagyis a környező települések polgármesterei is, akik megmutatták a jelenlévőknek, hogyan kell egy igazi, magyaros, disznótoros ételt elkészíteni. Hát ez már a harmadik ilyen alkalom, és most ez évben hirdettünk kolbásztöltő versenyt is, úgyhogy ez egy unikum gyakorlatilag ennek a programnak. 10 csapat indult, úgyhogy reméljük, hogy jövőben még többen leszünk, aztán még többen, és akkor ki tud alakulni valami kis fesztivál belőle. Ez a magyar kultúrának, a magyar hagyománynak a része, azt pedig ugye ápolni kell, hiszen magyarok vagyunk, és hát gyakorlatilag egy nagyon fontos közösségépítő program is, tehát a helyi lakosságnak, illetve a környékbelieknek ez egy jó kis összekovácsoló, közösségépítő dolog. A kolbászmesterek csapatkapitánya örömmel osztotta meg az általuk készített kiváló minőségű, magas hústartalmú étel különlegességek receptjét. Hát a jó kolbász az, amelyik finom. Na most a éhes gyomor kell, és akkor igazából minden finom. Mi a polgármesterek, kolbászmesterek néven indultunk, környékbeli polgármesterekkel összefogva, és háromfajta kolbászt töltünk. Töltünk természetesen hagyományos magyaros kolbászt, töltünk egy bajor kolbászt, ami paprika nélkül készült, tehát fehér kolbász, és költünk egy spanyol kolbászt, egy chorizót. A szirmai kastély udvarán a böllér és segítői leszúrták a szépen felhízlalt disznót, majd megperzselték és különböző részekre osztották. A jó hangulatról az agyakbanda zenekar gondoskodott, akiknek a régi népdalaikra a versenyzők még táncra is perdültek. A helyi nyugdíjas egyesület tagjai is beneveztek a gasztronómiai vetélkedőre, ahol a nagyszüleik által használt recept alapján töltötték a belegbe a húskészítményt. Egy hagyományos magyaros kolbásszal, amiben lényeg, hogy legyen benne nagyon jó finom piros paprika, ugyanolyan kis csípős paprika, só, bors, a szívünk, lelkünk, minden benne van, fokhagyma, és hát ez a lényeg, hogy a szívünk, lelkünk, és hogy a részvétel a fontos, mi úgy gondoltuk, hogy ezért érdemes ide eljönni. Hát a családunkban Hajdúnáláson igen, ott rendszeresen van disznóvágás, úgyhogy én onnan tanultam ezeket a fortélyokat, és nagyon szeretem csinálni. Bodrogi Zoltánné a régi családi disznóvágások hangulatát is felidézte. A kolbászkészítésben nincs semmi titok, a hozzávalókat mindenki ismeri, azonban ahány versenyző standjánál jártunk, annyiféle ízzel találkoztunk. A bélnek nagyon jónak kell lenni, hogy ne repedjen szét, és hogy jó kemény legyen a kolbász, ne legyen benne levegő, mert hogyha levegős, akkor az nem jó. Meg is szoktuk tűvel szurkálni, hogy ne legyenek benne levegőbuborékok, és utána kerül majd sütésre. A Kulcsmagazin csapata hústolók néven nevezett be a megmérettetésre azért, hogy az otthonról hozott apró trükkökkel, fortélyokkal a legjobb ételt készítsék el. A régi hagyományok ápolása fontos szívügye az összeszokott gárdának. Ezt azért találtam ki, mert a hústolók az jól alliterál arra, hogy kóstolók. Szeretünk kóstolni, szeretünk húst tolni, szeretjük az ízes ételeket, hiszen magyarok vagyunk. Nekem ez szívügyem. Tehát a nagyszüleim örökségét szeretném továbbvinni a utókornak. Tehát, hogyha megnézitek a standunkat, én autentikus magyaros dolgokat hoztam ide. Én szeretném továbbvinni, tehát ez az küldetésem. A hústolók együttese különleges hegyaljai étket állított elő, amellyel próbálták a szakavatott zsűrit lenyűgözni. Mi muskotályos kolbászt készítünk, tehát mi ezt a húst borral lazítottuk, mégpedig hegyalja kincsével. Egy jó kolbászba kell csípős paprika, megfelelő mennyiségű fokhagyma, és
Hát, mi tettünk most bele muskotájt, és úgy fogjuk elkészíteni, hogy borban párolt muskotáj szőlőszemekkel. Az épület udvarán felállított színpadon a helyi mazsorett csoport is fellépett. A versenyen a legjobb magyaros ételt az arnóti lakodalmasok állították össze, akik szívüket, lelküket is belesütötték a mennyei jeledelbe. A szervezők igazi fesztivál hangulattal is kedveskedtek a rendezvény látogatóinak, hiszen a mulatós zene koronázatlan királya, Kis Grofú ismert dalaival lépett színpadra. Majd a Jó Laci betyár mulatós lágereivel szórakoztatta a röfinap résztvevőit. Gerse parton száz vicce volt, újra itt a bénbetyár. Húsz, húsz, príhás, te gondos élet, szép balkos, meg karcs vele. Hogy is kicsapos, a csikillik, a csárkát, szép leányok, jöjjetek. Kis kicsapos, a csikillik, a csárkát, szép leányok, jöjjetek. Ennek a télűző eseménynek összekovácsoló és összetartó ereje is van. Ráadásul a községben a régi disznótoros hagyományokat is igyekeztek feleleveníteni.